A pendlizést én megszoktam, mert már Gödöllőn kiskamaszkoromban is bejártunk Pestre, Pest és Gödöllő között pendliztünk. Ez a pendliző életmód, ez az én számomra egyáltalán nem volt idegen, és azután, amikor lehetett hazajönni, akkor a pendlizés kötelezővé vált az én számomra, hiszen a portorikói egyetemen ott kellett maradnom, amíg nyugdíjas nem leszek. Tehát ki kellett várnom a nyugdíjat a portorikói egyetemen. Ez pedig 2000-ben történt ez a nyugdíj, tehát 2000-ig nekem két laki életet kellett élnem, amennyi időt csak lehetett itthon tölteni, de közben folytatni a portorikói egyetemi munkásságomat. Nem vettek föl egyetemre, arról szó se volt, hogy fölvegyenek. Anyám akkor már kalauznő volt a fővárosi autóbuszüzemnél. Ez óriási siker volt az ő számára, hogy végre ilyen állást, egyenruhás és havi rendes fizetés és állása lett neki. És oda beprotezsált engem, én is kalauz lettem a Hamzsabégi úti Fürst Sándor autóbuszgarázsba. Ott éltem meg a forradalmat. December 6-án akkor kezdték letartóztatni a munkástanácsokat. 6-án, 8-án, 9-én a budapesti munkástanácsot letartóztatták. Akkor a mi garázsunkban is rá kellett, hogy jöjjünk, hogy vége, hogy nincsen remény, és hogy akkor kezdtünk azon gondolkodni, hogy aki veszélyben van, az jobb, ha elhagyja az országot. Én csak december 13-án kerültem át Bécsbe, Ausztriába. Mentek hátrafelé, U-alakban a barakok. Itt volt a főbejárat, idáig autóval be lehetett jönni. Ez egy olyan idilli környezet, ahol az ember azt képzelni, hogy 56-os budapesti forradalmároknak itt nyaraltatási akcióban vettek részt ezen a helyen. Pedig ez egyáltalán nem így volt. Mi akkor nagyon sérült fiatalok voltunk, nagyon féltünk itt is, rosszul éreztük magunkat. Csak egy példa előfordult, hogy éjjel elkezdtek kiabálni, hogy körülvették a szovjet páncélosok a Portales kastélyt. És mindenki pizsamában rohant ki, mindenki elhitte. Az egyetemen szerettünk volna valamit elvégezni, valami szakot, és volt egy francia tanári szak, amit 2 év alatt el lehetett végezni, és mindjárt úgy képzeltük, hogy hát 2 év, maximum 2,5 év alatt azt elvégezzük. Én el is végeztem 58 júniusára, akkor kellett volna hazajönnöm, és hát akkor végezték ki Nagy Imréket, akkor derült ki, hogy hát a hazajövetelről, ami számunkra egyelőre szó sem lehet. Hát itt váltam én íróvá tulajdonképpen, 80-an voltunk itt, fiúk, és róluk írtam az első könyvemet, az ő sorsukról, az itteni életünkről először, azután később arról is, hogy melyikükből mi lett, hová kerültek. Ez volt az én első nagy írói témám, én pedig megmaradtam a menekültek, az útpatkára szorultak írójának, mint ahogy indulásomkor ez így alakult. Úgy volt, hogy 2 év lesz ez a portorikói kaland, és 36 és fél év lett belőle. Hiszen az egyetemi tanárság nagyon megfelelt nekem. Mindjárt az elején csak azt kértem, hogy én délelőtt nem tudok tanítani, csak délután. És ez alatt a 36 és fél év alatt nekem csak délután 2-től kezdve voltak előadásaim. Sokszor este is voltak esti kurzusaim, 8-kor, 9-kor is, de délelőtt soha. Ezért én minden délelőtt magyarul írtam és olvastam 36 éven át. Amikor hazakerültem, az már a 2000 körül, akkor azonnal észrevettem, hogy mindenki meg akar győzni, hogy tartozzak valahová. Tehát valahová kellene tartoznom. Valamiféle társaságba kellene tartoznom. Hát én akkor azt mondtam, és mai napig is úgy gondolom, hogy aki 50 évet élt idegenben, távol, és közben állandóan hazakészült, az, amikor hazajön, akkor nem az ország felét fogja szeretni, és a másik felét meggyűlölni.
Az egy luxus, amit az itthoniak megengedhetnek maguknak, de amit én nem engedek meg magamnak. Én mindenkit egyformán szeretettel elfogadok, és próbálok megérteni, még azokat is próbálom megérteni, akik hisztérikusan és ellenségesen gyűlölködve beszélnek. Őket is próbálom megérteni, ami nem azt jelenti, hogy egyet értenék velük, mert bizony nagyon nem tudok egyet érteni.